Jó estét kívánok, szeretettel köszöntöm a Karcag Televízió minden kedves nézőjét. Nagykunsági Krónika című közéleti magazinműsorunkat látják. Kérem, tekintsék meg, hogy mit ajánlunk Önöknek ma este. Kedves nézőink, aktuális kérdések című heti magazinműsorunk következik. Mai vendégünk dr. Fazekas Sándor, földművelésügyi miniszter, városunk és térségünk országgyűlési képviselője, akivel az elmúlt időszak fontosabb eseményeiről, beruházásairól beszélgetünk. Köszöntöm kedves nézőinket, mai vendégünk dr. Fazekas Sándor, földművelésügyi miniszter úr, városunk és térségünk országgyűlési képviselője, akit nagy szeretettel és tisztelettel köszöntök stúdiónkban. Örülök, hogy elfogadta meghívásunkat. Jó estét kívánok! Azért hívtuk ma meg miniszter urat egy stúdióinterjúra, hogy az elmúlt időszak fontosabb eseményeiről, történéseiről, eredményeiről beszélgessünk. Az első nagyon fontos témánk az, hogy milyen helyzetben van ma a tejágazat Magyarországon, erről mit tudhatunk? Nagyon komoly tejpiaci válság van világszinten, és ezt sajnos sújtja a magyar termelőket is. Az orosz embargó, az uniós tejkvótának a megszűnése, egyáltalán a tej iránti keresletnek a csökkenése eredményezte azt, hogy a tej felvásárlási ára rendkívül alacsony, ezért több intézkedés történt. Az Unió tavaly már felszabadított egy keretet a tejtermelők megsegítésére. Idén a magyar kormány is elment addig a határig, ameddig lehetett, tehát több mint 60 milliárd forint az a támogatás, amit a tehéntartógazdák kapnak. Sajnos ez sem elég, hiszen olyan mélyen van a tej felvásárlási ára az önköltség alatt, hogy magasabb szintű uniós beavatkozás is szükségeltetne. Mi egy tejfogyasztási kampányt indítottunk, tejszív logót kell keresni a tejen, teljes dobozon, illetve ezt az alkalmat is kihasználom, hogy vegyünk minél több magyar tejet azért, hogy a magyar tehéntartókat, a magyar tejipart támogassuk. Abban bízunk, arra lehet számítani, hogy ez a súlyos válság még a nyár folyamán egy-két hónapig ki fog tartani. Vannak olyan előrejelzések, hogy utána a tejára több intézkedések is köszönhetően emelkedni fog. Csökken-e majd a tejáfája? A kormány döntött, a friss tej kategóriánál csökken januártól, és ez illeszkedik abba a politikába, amit folytattunk, hiszen az év elején, és folytatunk is, a sertéshús áfája csökkent 27-5%-ra, ez látszik az árakon is, hiszen jó néhány sertéshús féleség 1000 forint alá került. A január 1-től a következő áfa csökkentési csomagban a tej mellett a tojás és a baromfi hús is szerepel, illetve az éttermi vendéglátás áfája is csökkent, mind-mind az élelmiszergazdaság számára is fontos, de ami a lényeg, hogy a magyar családoknál marad több tízezer forint megtakarítás. Itt különböző spekulációkat is láttam, ilyen 750 forint havonta meg ehhez hasonlókat, tehát hogyha belegondolunk, hogy valaki vesz egy hónapban néhány kiló húst, és annak az áfája csökken mondjuk 27%-ról 5%-ra, az azt jelenti, hogy mondjuk 1 kg hús az ingyen van. Nem egy túl bonyolult képlet ez. Én biztos vagyok abban, hogy növekedni fog a fogyasztás, és ami nagyon fontos, hogy friss, jó minőségű magyar élelmiszerekre vonatkozik ez a csökkentés, hiszen akár a friss tej, tehát a rövid szavatossági idejű tej, akár a baromfi hús, vagy a tojás is ebbe a körbe tartozik. A sertéshús árának ugye az áfa csökkentés miatt csökkent gyakorlatilag a sertéshúsnak az ára is. Ez hogyan hat, illetve hogyan hathat a tejpiacra? Hogyha több pénze van a vásárlóknak, akkor nem csak sertéshúsból vesznek többet,
voltak pesszimisták, akik azt mondták, hogy összeomlik például a baromfi húsnak a piaca, de miért adatok vannak arra, hogy miután a sertéshús ára lecsökkent, az emberek több sertéshús vettek, de például több baromfiúst és más élelmiszert is tudnak venni, hiszen a megtakarítás egy több gyerekes családnál több ezer forintot jelenthet. Ez egy mozgástér, tulajdonképpen az adócsökkentés jövedelem növekedés minden magyar család számára. Most ugye nyári szünet van, elkezdődött a vakáció, de folytatódik az iskolatej program is. Mit lehet erről tudnunk, milyen eredményekről tud nekünk beszámolni? Szeretik a gyerekek a tejet? Szeretik, az iskola tej csomagban nem csak tejet, hanem gyümölcsleveket is kapnak, gyümölcsöt is kapnak. A kormány most több ülésen foglalkozott már azzal a kérdéssel, hogy miképpen lehet elérni azt, hogy a leghátrányosabb térségekben élő gyermekek, a legalacsonyabb jövedelmű családok gyermekei kapják meg ezeket a juttatásokat, amelyeket a gyermek étkeztetéshez kell illeszteni. Itt végleges döntés, remélem, hogy néhány héten belül megszületik. Ugye a kormány nem hagyja magára a gazdákat, és segítséget nyújt nekik a tejágazatot érintve is gyakorlatilag. Mire számíthatnak a gazdák, hogyha jól tudom, akkor a nyáron várható uniós döntés a nehéz helyzetben lévő gazdák számára? Miben bízhatnak? Itt egy komoly küzdelem van a miniszterelnöknek is, illetve az agrárminisztereknek is megvan a saját terepük. Én bízom abban, hogy az unió akár egy tárolási támogatással, tehát például a tejpodításnak a támogatásával, vagy hűtve vajat például, tehát a tejet vaj formájában is lehet tárolni, nyújt segítséget, exportpiacokhoz pedig export támogatásra lenne szükség. Beszéljünk most a mezőgazdaság jelenlegi helyzetéről, hogyan látja, milyen helyzetben van a magyar mezőgazdaság jelenleg, ugye már eltett egy fél esztendő ebből az évből. Biztatóak a kilátások, hiszen elég sok eső volt, tehát az összkép, bár nagyon árnyalt, mégis azt mutatja, hogy egy jó termésre számíthatunk a növénytermesztésben. Megkezdődött az aratás a korai árpánál, és ez az ország déli részein, de itt a Kunságban is már azt mutatja, hogy egy közepesen jobb termés várható, de azért még sok van hátra az évből. A sertéságazat az kilábalóban van a válságból, ott egy dömpingáras időszak már mögöttünk van, a tej az nehéz helyzetben van. Én abban bízom, hogy még év végéig jó híreket tudunk majd elmondani, és hogy egy konszolidált éve lesz a magyar mezőgazdaságban 2016. A mezőgazdaságban milyen tendenciát mutat a foglalkoztatottság, miről tud nekünk ezzel kapcsolatban beszámolni? Az elmúlt 5 évben, amit a nemzetügyek kormánya vállalta, amit személy szerint én is vállaltam, azt teljesítjük. Itt több ellenzéki kritika is megfogalmazódott, hogy van-e plusz létszám, plusz foglalkoztatási lehetőség a mezőgazdaságban. 2010 óta a mezőgazdaság szűkebben vett területén 30 ezer új munkahely jött létre a Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint. Az élelmiszeriparban további 19 ezer körüli, tehát mintegy 50 ezer új álláshely van. 60-70 ezerre számítottunk a 2010-től 2018-ig terjedő években, hogy ennyit tudunk létrehozni. Nyilván vannak további álláshelyek is, hiszen egy gazda úgy szokták számolni, tehát egy mezőgazdasági termelő, aki alapanyagot termel, további 7 munkahelynek teremti meg a feltételeit. Az élelmiszeriparban, a szállításban, a műtárgyagyártásban, vegyszergyártásban, a különböző feldolgozók, tehát ezeken faipartól kezdve az állati gyógyszeren át a kozmetikai iparig, hiszen szinte mindegyik a mezőgazdaság termékeivel, alapanyagaival dolgozik, például gyógynövényekkel, hogy egy közkeletű példát mondjuk, vagy a édességipar, hogyha gondolunk, a méznek, a cukornak megvan a maga szerepe. Tehát ha így nézzük, akkor még ennél lényegesen több munkahely jött létre a háttér területeken. Ezt a politikát folytatjuk, mi abból indulunk ki, hogy hagyományos, jó minőségű magyar élelmiszereket kell termelni, ennek megvan a piaca, ebben versenyképesek vagyunk. És ezáltal az emberek foglalkoztatási lehetőségekhez tudnak jutni. Sokan azt mondják, hogy minél nagyobb a gépesítettségnek a foka, minél inkább ipari a mezőgazdasági termelés, annál kevesebb embernek ült megélhetést. Ez egy féligasság vagy áligasság, mert hogyha magasabb feldolgozottsági szintet érünk el, mondjuk nem fagyasztott megyként adjuk el a megyet, hanem befőttként meg süteményben, akkor nyilvánvaló, hogy további munkahelyek és plusz jövedelem
képződik, jön létre. Mi ezt a gazdaságpolitikát vittük az agráriumban is, és ennek az eredménye az, hogy nőtt a foglalkoztatás, de ez messze nem jelenti azt egyébként, hogy meg lehetne állni és elégedettek lehetnénk. Miközben hiány szakmák vannak, állatgondozó például, lassanként a traktoros is hiány szakma, képzéseket indítunk be. Ugyanakkor vannak az országnak olyan térségei, ahol nehéz elhelyezkedni, a mezőgazdaságban is viszonylag kevés, a kertészeti munka, az élelmiszeriparban is még sok lehetőségünk van, ehhez kell az agrártámogatásokat, vidékfejlesztési támogatásokat hozzárendelni, ezt tesszük egyébként ebben az évben is jó néhány pályázat kiírásával. Hogyan látja a jövőben, ugye ez most nagyon szép teljesítmény, amit elmondott, a jövőben fölfelé ível még majd ez a tendencia, tehát hogy ez a foglalkoztatás még szélesebb, kiterjedtebb lesz, vagy most ez egyelőre így úgymond be fog állni, ahogy így szlengül fogalmaznánk? Van egy kertészeti program, amit a kormány, illetve az FM elfogadott a közelmúltban, ez azt célozza meg például, hogy 1 millió tonnával több zöldséget és gyümölcsöt termeljünk. Karcagon is vannak olyan vállalkozások, akik ebben lehetőséget látnak, ez plusz foglalkoztatás is jelent, nyilván a feldolgozási oldalával együtt. Tehát szerintem van még tartalék ebben, illetve a világpiacon azért az élelmiszerekre van kereslet, még akkor is, hogyha 3 évente, 5 évente, van ahol 2 évente, vannak válságos időszakok, amikor túltermelés lép föl, de a föld népessége növekedik, a jó minőségű élelmiszerre mindig lesz igény, és a mezőgazdaságban ez hosszú távon is megélhetést fog jelenteni. Beszéljünk most a választókerületéről. Egy nagyon fontos elmúlt időszaki esemény volt az, hogy május 8-án Abátszalókon időközi polgármester választást tartottak. Nagyon nagy arányú győzelmet aratott a Fidesz-KDNP jelöltje, Balogh Gyula. Miniszter úr, hogyan értékeli ezt a választási eredményt? Mit tapasztalt Abátszalókon? Abátszalókon megmozdult a város, összefogással több mint 80%-kal Balogh Gyula a Fidesz-KDNP polgármester jelöltje nyert. Maga mögé utasította a rendkívül gyengén szereplő jobbikos jelöltet, ugye 11-néhány%-ot kapott, így megtört a jobbiknak az elmúlt hónapokban tapasztalt lendülete. A munsági tiszavidéki emberek felfogása nem változott, elkötelezettek a polgári kormány mellett. Ha már Abátszalókról beszélünk, akkor meg kell említenünk, hogy egy tanúszodát építenek Abátszalókon. Mit lehet erről tudnunk, milyen forrásból, milyen támogatásból, hogyan tudják ezt megvalósítani, és milyennek a célja? Mi szólnak hozzá a helyiek? Országosan a tanúszoda program keretében 24 helyen épül ilyen létesítmény. A célunk az, hogy a nagyobb városoktól távol élőknek is, a ott élő gyermekeknek is meglegyen az a lehetőségük, mint a megyeszékhelyeken és Budapesten. Úszásoktatásba részesüljenek, hiszen minden gyereknek meg kell tanulni úszni, ez a kormány program fontos eleme, de turisztikailag és a környékben élők számára is jó fejlesztés, hogyha van egy kicsit rosszabb idő, akkor a turisták ott hasznosan el tudnak tölteni néhány órát. A karcagiaknak is jó, mert ugyan nekünk van úszodánk már hosszú évek óta, de hogyha valaki oda megy kirándulni Abátszalókra, és van kedve egy kicsit úszni, versenyezni akár, vagy sporttáborokban részt venni, akkor ez az úszodai háttér ez rendelkezéssel egy év alatt fog elkészülni a 365 millió forintos beruházás. Szintén a választók körzetében történt, hogy az elmúlt időszakban felújították a Tiszaigari arborétumot, miniszter úr ezt már át is adta. Ez egy nagyon szép arborétum, érdemes mindenkinek ezt megnéznie, mit tudhatunk erről a beruházásról. Hát ráfért az arborétumra, amely egy ilyen rejtett kincs, szerintem nagyon sokan mennek el úgy az úton itt Tiszafüred felé, hogy bal oldalt nem kanyarodnak le a Tiszaigari arborétumhoz. Ez egy régi kastélypark, 100 éves vagy annál régebbi növényekkel, és a mi tájunkra jellemző ilyen átéri növényállomány, fák is megtalálhatóak, de különlegességek is. És itt épült szálláshely, egy kis vendéglátásra alkalmas helyiség, kerti sütésekhez, birkafőzéshez kialakított lehetőségek is vannak. Nagyon kellemes hely, én ajánlom mindenkinek, hogy nézze meg, családi kirándulása, osztálykirándulása is alkalmas, a mi vidékünk gazdagabb általa, és ami nagyon fontos, hogy a karcagon megszálló
turisták, fürdővendégek számára is egy fakultatív program lehetőségét rejti, hogyha van idejük, akkor a környékkel meg tudnak ismerkedni, hiszen ez egy fontos vonzerő, hogy egy térségközpontnak a hátországa milyen, és ott milyen látnivalók vannak. Ehhez a filozófiához illeszkedik ez a beruházás is. Rengeteg értéke van Magyarországnak, amelyet meg kell ismertetnünk, és ami fontos, meg kell védenünk is. További beruházásokról is be tudunk számolni, hiszen Tiszaőrsön és Kumadarason energetikai beruházások zajlottak. Mik voltak ezek pontosan? A Tiszaőrsön művelődési ház középületek felújítása zajlott. Ez egy tavaly évvégi eredményes pályázatnak köszönhető. Kumadarason pedig a községháza, az általános iskola épület és néhány más középület homlokzata újult meg, hiszen ez energetikai beruházás, ez magyarul azt jelenti, hogy az épület kap egy szigetelést, és egy homlokzat felújítás is járul mindenhez. Nem mindegy, hogyha, ahogy említettem, a környéken utazik valaki, akkor milyen kép fogadja. Ez a fejlesztés önmagában nagyobb, másokon túlmenően, más beruházásokon túlmenően, mint amit a korábbi polgármester egy évtized alatt képes volt felmutatni. Kumadarasan fejlődés útján van, folyamatosak a beruházások, és ez azért nekünk is fontos karcagyaknak, hogy a szomszéd településen miképpen tudnak boldogulni. Ha már beruházásokról beszélünk, ugye lesznek még a jövőben is újabb beruházások, el is érkeztünk, ugye visszafele haladtunk, települések tekintetében el is érkeztünk városunkba, Karcagra. Itt is hamarosan majd elindul egy beruházás, a technikumnál fog épülni valami, egészen pontosan mi. Ott egy focipálya épül, műfüves korszerű pálya, ami ellátja a középiskolát, az ottani Kiskulcsosi általános iskolát, de a város lakossága számára is egy új lehetőség, hiszen ez az időjárástól gyakorlatilag függetlenül használható. Jellemző, hogy már vannak még meg se épült, akik támadják és kifogásolják ezt a beruházást, ahol 30% önerőt kell a városnak fölmutatni. El lehet képzelni, hogy bizony nem könnyű egy ilyen beruházást idehozni. Gondolom bele bárki abból, hogy otthon mondjuk egy házat épít, akkor milyen jó lenne, hogyha 30%-ból megoldható. Tehát ez a karcagiak számára tulajdonképpen egy nagy lehetőség. És tehát ez egy focipálya lesz, nem igen. Egy stadion. Nem, stadion, ez egy futballpálya, egy korszerű futballpálya lesz. Én szerintem itt Karcagon van stadion, nekünk van, ott van kint a ligetben, az generációk óta képes a szolgáltatás biztosítani, nem csak a focihoz, hát egy ilyen pálya sok minden másra jó, itt a ligetben is ezt láthattuk most a gyermeknapon, de ez a pálya egy új érték lesz Karcag számára. Én bízom benne, hogy minél hamarabb megvalósul, és így az oktatás szempontjából is hasznos, de összességében a sportot is segíti. Ha már fociról és stadionról beszélünk, akkor miniszter urat is meg kell arról kérdeznem, ugye most az egész ország focilázban ég, zajlik az Európa-bajnokság, ugye Magyarország is kijutott erre az Európa-bajnokságra. A kedves nézőknek mondom, hogy a műsorunk felvétele június 21-én, kedden történik, és még nem tudhatjuk, hogy Magyarország a következő napon majd mit játszik, mi a véleménye a magyar csapatról, mi a véleménye az eddigi meneteléséről, a magyar csapatnak az eredményeinkről. Én egy ilyen csendesebb szurkoló vagyok, így a vérmérsékletemből is adódik. Nagyon szorítok a csapatnak. Örülök annak, hogy vették az akadályokat, mert az látszik, hogy a mezőny az nagyon kemény, nagyon felkészültek. Néha, hogy az ember meg is lepődik, hogy a magyarok mennyit fejlődtek, és ez egy nagyon jó érzés. Én bízom benne, hogy ezt az akadályt is sikerrel tudják venni. Büszkék lehetünk rájuk, hiszen az országért éltünk is küzdenek, és remélem, hogy kellemes perceket szereznek minden magyar embernek. Az ország focilázban ég, a karcagiak is focilázban égnek, de azért Karcagot már más is foglalkoztatja, hiszen a hétvégén, pénteken kezdődik a Karcagi Birkafőző Fesztivál, most már a 18. nagy rendezvénye lesz a városnak. Ugye azt tudnunk kell, hogy ez a térség legnagyobb gasztronómiai fesztiválja, rendezvénye. Miniszter úr, mi a vélemény erről a rendezvényről? Itt lesz-e, főz-e ezen a fesztiválon? Az ország egyik legrangosabb gasztronómiai rendezvénye, és az elmúlt években, ahogy láttam, hogy hol milyen ételek készülnek, amelyek egyébként nagyon jók, finomak, még inkább fölértékelődik bennem az a tudás,
az a felhalmozott érték, amit ez a mi kincsünk, a birka pörkölt jelent, ami hungarikum, és a régi pusztai nomád hagyományoknak a fönnmaradását bizonyítja. Egy rendkívüli kincs az, hogyha valaki ilyen ételt tud készíteni, és én örülök annak, hogy egyre több fiatal van. Tehát én nagy érdeklődéssel várom a birkafőzőt, már jó néhány rokonunk, barátunk jelentkezett is, szerintem ez Karcagon általános, hogy akkor ilyenkor jönnek és megkóstolják a különböző finomabbnál finomabb birkákat. Hát én nagyon sok vendéggel kell, hogy beszélgessek, fogadjam őket, vannak, akik időpontot is kértek tőlem, hogy néhány mondatot elmondanának a mezőgazdaságban, inkább csak jelképesen főzök azért, hogy ezzel is erősítsem ezt a szép hagyományt. Bízom benne, hogy jó idő lesz, és pár évvel ezelőtt én, amikor a Hungarikum rangot elérte a birka, ott volt módom közölni a résztvevőkkel ezt a jó hírt. Most is készülök egy bejelentésre, de erről egyelőre többet nem mondok. Majd nagyon, ott a helyszínen. Nagyon kíváncsian várjuk ezt a bejelentést, miniszter úr. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk stúdióbeszélgetésre, és nem mondhatunk mást, mint azt, hogy jó szórakozást kívánunk a hétvégére, sok-sok finom birkapörköltet, és találkozunk a rendezvényen. Köszönöm, hogy eljött hozzánk. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, már megköszönöm figyelmüket. Kedves nézőink, most pedig az elmúlt napok fontosabb városi eseményeit összefoglaló karcagi híreink következnek, tartsanak velünk! Köszöntöm nézőinket, a Séfecskék utolsó évzáró foglalkozásán vagyunk, hiszen a Lovagudvarban most nagyon szép és friss és finom dolgok készültek, erről beszélgettünk a szakkövezetőjével, Nyirini Kátai Katalinnal. Itt a lányok azt gondolom, hogy nagyon várták már az év végét, mert ilyenkor ez mindig egy ilyen lezárása az évnek. Mi volt a mai foglalkozás témája? Igen, hát a lányok azért minden foglalkozást nagyon vártak, maradjunk ennyiben, de valóban ez az összefoglaló óránk, a grillezés. Ezen a foglalkozáson most minden olyan zöldséggel, fűszerrel, húsfélékkel találkozhattak a lányok, amit évközben apránként, havonta megismertek. Nem grillezve nyilván, hanem egyéb formában lett földolgozva a évközben ezek a ételek, és most pedig grillezve. Nagyon jó az összefoglalásként, hiszen, mint láthatják majd a képeken is, hogy zöldségek üvegekben föltállalva nagyon jól fölismertek mindent a lányok, nagyon szívesen készítették elő a húsokat, ügyesen mondanám, hogy nyársalták a saslikhoz valókat, fűszereztek, már a grill közelében is ott lehetnek, hiszen ügyesedtek annyit, hogy nem félnek a forró dolgoktól is, illetve ügyesen hozzáállnak. Úgyhogy egy kimondottan jól sikerült összefoglaló foglalkozás kerekedett itt most. És hát ahogy mind megszoktuk minden alkalommal, azért ön is mindig készít valami meglepetést. Ez a mai nap is így volt. Mit kaptak a lányok még pluszba? Mivel grillezés volt a téma, ezért egy kis parti terítést rögtönöztünk, készítettünk muffint, illetve én készítettem a lányoknak muffint, amit földíszítettünk, megterítettünk egy kicsit a nyáriasabb, vidámabb színekkel, hozzá pedig ivóléként limonádé készült, ami szintén nagyon kedvencnek tűnik ebben a jó meleg időben. Én azt gondolom, hogy akkor most jön a nyár, a lányok is egy picikét majd otthon lehet, hogy anyának segítenek a nyári főzésnél, és akkor szeptemberből pedig kezdődik az újabb tanév, újabb ötletekkel és újabb dolgokkal fognak megismerkedni. Igen, folytatni szeretnénk, minden lány úgy nyilatkozott, hogy ő is nagyon szeretné folytatni, tehát jelentkeztek a következő évi szakkörre is, ugyanezzel a felállással, csapattal szeretnénk folytatni, hogy még tovább fejleszhessük őket.
és valóban hazavisznek recepteket, már volt is olyan kislány, aki próbálta kétszer leírni, mondtam, hogy hát hazaviheti a füzetét, megmutathatja otthon is, tehát igyekeznek otthon is ezeket a dolgokat elsajátítani. Igazából még talán lesz egy olyan foglalkozásunk, hogy egy kis bemutatót szeretnénk most is a birkafőző, ugye a gyerekekkel, egy kis bemutatót, és akkor ott is láthatók lesznek még. Dok, én azt kívánom, hogy jövőre is sok-sok élménnyel és sok-sok ízzel gazdagodva folytatódjon a szakkör. Köszönjük szépen, és jó szünetet kívánunk! Köszönjük szépen! Jó? A Karcagy Általános Iskola és Művészeti Iskola vezetője Prósz Csilla, akivel több alkalommal találkozhatunk itt ezeken a foglalkozásokon. Hogyan tetszettek a séfecskék foglalkozásai? Köszönöm a kérdést. Részem volt több foglalkozáson itt jelen lenni a séfecskékkel, a kislányokkal. Minden egyes alkalommal érdekes volt, ahogy a alapanyagokból, a különböző zöldségekből, húsfélékből mindig valamilyen finom ételt tudtak varázsolni. Itt Szatmári János, illetve a tanítónőjük Nyiréné Kati segítségével. Itt az ma egy összegzés volt, mint ahogy hallhattuk, tehát itt tényleg a haltól a csirkénet, baromfinát, mindent meg lehetett kóstolni. Mi volt a kedvenc, ami mondjuk önnek is ilyen különlegességként hatott? Hát nem annyira különlegességként, hanem inkább kedvenc volt. Hát a mai napon a chips, a krumpli chips, illetve a husi, amely még nem tudom, hogy milyen összetevőkből áll, de nagyon ízletes volt, és finom, ami grillként, grillezve készült itt el az udvaron. Akkor vannak még meglepődések az ön számára is. Egyébként gondolom, hogy azért beszélgetnek többet erről, hogy itt a gyerekek nagyon jól megy a szakkör, esetleg nem merült-e föl, hogy több iskolában is hasonlót szerveznének? Igen, ugye a Kovács Mihály Tagintézményben ez már nem az első évben folyik ez a szakkör, hanem már az elmúlt években is, és igen, felmerült a gondolat, hogy a másik tagintézményünkben is esetleg el lehetne indítani egy ilyen szakkört, mert ugye az iskolának mi más dolga van, az, hogy felkészítsük a gyerekeket az életre. És én úgy gondolom, hogy a lányok tekintetében ez is egy nagyon jó lehetőség arra, hogy megtanulják, hogy hogyan kell egy konyhában boldogulni, hogy megismerjék az eszközöket, és nem utolsó sorban megismerjék az alapanyagokat, és hogy azokból miket lehet készíteni rövid időn belül, egyszerűen. És tényleg nagyon jó lenne, hogyha a másik tagintézményünkben is legalább egy csoporttal tudnánk indulni, és ahogy majd telnek az évek, bízom benne, hogy lesznek vállalkozó kedvű pedagógus kolléganők, akik felvállalnak egy-egy ilyen csoportot, és vezetik őket a tanév folyamán, hiszen a pedagógiai programunk, a helyi tantervünk ezt lehetővé teszi, hisz benne van ez a program. Hát akkor azt gondolom, hogy az első lépéseket a séfecskék már megtették, kitaposták a járható utat, és akkor reméljük, hogy lesz folytatása. Köszönjük szépen! Köszönöm szépen az érdeklődést, és így legyen folytatása. Szatmár Jánossal beszélgettünk egy kis évzáróra, kérem, hiszen nagyon sok mindent láttunk, mi is több alkalommal voltunk. Hogyan értékeli a séfecskék idei tanévét? Hát ez szerintem egyre jobb, de lehet, hogy picit sűrűbben kellene foglalkoznunk, de még én mindig ott tartok, hogy az alapanyag ismertetéssel kellene többet foglalkozni. Itt azért láttuk a lányokat, hogy nagyon szépen felismerték az évközben tanult dolgokról, mindent el tudtak mondani, tehát azért látszik, hogy foglalkoznak otthon is a dolgokkal. Igen, lényegében azért teszek fel mindig megfelelő szezonális zöldségeket, gyümölcsöket az asztalra, hogy kiemelkedően, hogy lehessen látni azt, hogy mi az. Ha nem akarja, akkor is észreveszi, mert magosak, üvegben vannak, az alja is látszik, a teteje is, ráadásul a víz picit megnagyítja a benne levő zöldségeket, és előbb-utóbb csak megragad benne. Tehát a kíváncsiság azért az igen. Sok mindenre sarkalja a lányokat is. Igen, igen. Hát szerintem ezt folytatni kell azért, hogy ha eljutottunk egy ilyen szintre, ezt nem szabad most már abba hagyni. Ez az én véleményem. Hát természetesen, hogy most már egy olyanon dolgozok, hogy bizonyos alapanyagokat szeretnék összeállítani, egy kis csomagot, és hogy abból ők, hogy mit tudnak csinálni. Most lényegében egy ilyen tesztet szeretnék majd csinálni, ez majd szeptemberben megpróbálom, hogy mégis, hogy állnak hozzá.
hogy nem is az arányok, inkább az, hogy többféle alapanyagot ki fogok tenni, és akkor mit fognak belőle csinálni. Tehát egy kisebb kreativitás, nagyobb önállóságot fognak kapni akkor a lányok. Igen, mert hogy mondjam, szeretném azt, hogy egy kicsikét a zöldségek fele elhúzódni, akkor a gyümölcsökkel, mert nem nagyon eszik a gyümölcsöket. Uh-huh. És akkor a gyümölcsökből olyan salátákat, vagy olyan ételeket készíteni, ami ez alatt a 2x45 percben és 2 oroszába belefér. Szóval ez az én véleményem, hogy valahogy ilyen irányba kellene elvinni ezt az egész együttlétet. Én úgy látom, hogy megoldható, mert már egy próbát csináltam egyszer, megoldható, és nem szeptembertől megpróbálom ezt ilyen módon folytatni. Akkor a feladat adott önnek is nyára, de beszéljünk egy picit a lovagi udvarról is, hiszen közelmúltban egy nagyon szép versenyen vettek részt, ahol első helyezést hozott el a lovagi udvar csapata. Mi volt ez a verseny? Egy Kárpát-medencei tradicionális főzőverseny volt, 27 csapatot hívtak meg, és a 27 csapatnak kellett elkészíteni előételt, levest, főételt és desszertet. Igaz, mink a leveshez nem tudtunk eljutni, mert 2 orosz volt erre az egész versenyre, de viszont a 150 pont volt a maximum, és 146 ponttal elhoztuk az első díjat. Egy töltött bárány készítettünk, bárány zombot, akkor bárány oldalast, akkor lencsés salátát készítettünk, ami nem annyira ismert, hogy a lencsét meg a salátát így házasítani, de viszont Mártással együtt nagyon finom volt. És mi volt a desszert? A desszert az pedig egy almás pite volt, ami egy kerek pogácsa szaggatóval volt kiszúrva, és a tetején volt ilyen almaszelet, vékony almaszeletek, ilyen legyező formába elhelyezve, és akkor egy szemdiót tettünk még rá. Hát szerintem most aki hallgatta, gyorsan nyert egy nagyot, így elképzelte, ahogy ön elmondta. De gratulálunk ehhez a díjhoz, és úgy tudom, hogy ez azt is jelenti, hogy ezt a logót is viselheti a lovagi udvar. Még az előételről egy pár szót, ha mondhatok. Az előétel az viszont egy nagy méretű palacsinta volt, egy nagyon egyenes asztalon volt kiterítve, és mikor kihűlt a palacsinta, akkor készítettünk egy olyan bárányhúsból nagyon finom, pépes, mint egy baracklekvárhoz hasonló, olyan kenhető masszát, igen, a bárányhúsból, és az végnyan rá volt kenve a palacsintára, szorosan fel volt tekerve, és akkor olyan 3 centis egyforma hosszúkat kis darabok voltak levágva, és akkor az egymás mellé volt téve, és akkor a fatálnak az aljáról letettünk egy salátát, a salátára pedig egy ilyen joghurtos mártást, és akkor abba lett beleállítva ezek a kis palacsinta falatkák, az előétel, és akkor a tetejére pedig Zoli fiam ilyen csinos kis kaliforniai paprika kis díszítéseket rakott rá, mert ketten voltunk Zolival, a felkérés kettőnknek szólt, és lényegében a lovagi udvar kapta ezt a címet. De akkor még egyszer gratulálunk, és hát gondolom, hogy azért a nyár a zsűrizéssel fog jó részt eltelni, hiszen a Birkafőző Fesztiválra indul, és akkor sok-sok minden lesz. Akkor én sok jó és finom ételt kívánok önnek ezeken a versenyeken, hogy legyen mit zsűrizni. Hát nagyon szépen köszönöm, de viszont egy hónappal ezelőtt bivajhúsból készítettünk ételeket, ez Mezőtúr önkormányzata kért fel, és egy 150-160 főre készült ételeket sajtokból, akkor bivajhúsból, szalámiból, meg kolbászokból egy 10 méteres hosszú svédasztalt készítettünk. Azt gondolom, hogy a lányok biztos, hogy szívesen megkóstolnának ilyen különlegeségeket is, lehet, hogy lesz majd erre egyszer lehetőség. Akkor én azt kívánom, hogy teljen jól az ön és a lovagi udvarban dolgozóknak a nyara. Jó, nagyon szépen köszönöm. Múlt hétvégén pedig Gyulán voltunk, a királyi pörköltfőző versenyen ott voltunk zsűrizni. Köszönjük szépen!
milyenek az általános termés kilátások, hiszen elkezdték az aratás karcagon. Erről kérdezem Huba Imre Csabát. Igen, elkezdtük az őszjárt aratását. Az egyik táblánk már be van aratva, le van tisztítva, 5,2 tonna per hektár termés átlaggal. Ez a tábla szintén hasonló, bioterület, és ez azt jelenti magyarul, hogy a egy héttel ezelőtti aratáshoz képest némi gyom fertőzés már van benne, hiszen mi gyomírtószereket nem használunk. Emiatt az atat feljött benne, de ez még nem jelentős mennyiség, tisztítóval ki tudjuk belőle szedni. A fajta kunság 2-es, korán élő fajta, kiváló minőségű, nagyon jó tulajdonságokkal rendelkezik, ezért úgy gondolom, hogy hosszú távú termesztése megoldott. Mennyit károsított most az elmúlt napok csapadékos időjárása a termésen? Hát én bízok benne, hogy jelentős kárt még ez nem okozott, de nyilván a minőségi romlás minél több csapadék lesz a teljes élés után, az már károsítani fogja a mennyiséget, a minőséget. Még ez a tábla nem károsodott. A búzánál milyen kilátások vannak? A búzánál az a kilátás a méréseink alapján. Folyamatosan minden nap mérjük a érettségi fokát. Ez azt jelenti magyarra fordítva, hogy kiváló minőség van kilátásban. Tehát azt mondom, hogy a kenyérbúzától a javító minőségű búza irányába lesz a domináns mennyiség. Ez nagyon kedvező a gazdatársaim részére, hiszen az értékesítésnél a minőség meghatározó szempont. És bízunk abban, hogy kedvező időjárás esetén a szokásos időszaknak megfelelően július elejétől július 20-áig, 25-ig be tudjuk takarítani a termést. A korábbi évekhez képest a mostani termés átlagok alatta maradnak, vagy körülbelül annyi, mint tavaly? Hát körülbelül az átlagot hozzák. Talán egy picivel jobb kilátásunk van most a termés mennyiségre, de a minőségre vonatkozóan egyértelműen jobb a minőség. A piaci ár az most merre mozdult? Tehát az aratás elején még nyomottak az árak, és kivárnak a gazdák, mit tapasztal? Hát az árkérdés mindig problémát jelent az aratás kezdetén. Mi a magunk részéről az Agrárkamarába megkértük a partnereinket, a felvásárlókat, a nagyobb termelőket, a raktárrendszerrel rendelkező kollégákat, hogy egy ilyen konzultációs megbeszélésen állapodjunk meg a minőséggel kapcsolatos dolgokba, a mérés eredmények kapcsán, hogy milyen kilátások lehetnek, és hát az árakat illetően is. Én úgy gondolom, hogy egy átlagos ára, mondjuk az elmúlt 3 esztendő átlagárával számolhatunk, ami reális, illetve talán a minőség javára írható az 5-8%-kal több ár, amit ugye joggal elvárunk a partnerektől, de nyilván export szempontjából is egy jelentős tartalékot képez. Saját termesztésű megy, Szabolcs megyéből szoktam néha ide hozni árut, helyi piacon eladni, és ez most jelenleg 500 forint. És most milyen lesz a megy termés? Hát most szerintem egy olyan harmada körül van, mint egy átlagos jó évben. Tessék megkóstolni, hogy milyen íze. És ez milyen fajta? Tehát ezt már lehet berakni is, vagy ez még inkább ilyen korai? Hát ez még inkább fogyasztani süteménybe. Berakni majd a későbbi fajtákat. Jó, köszönjük szépen. A tavasz időjárás mennyire sínették meg a megyesek? Hát mi felénk Szabolcs megyében azért voltak fagyok, némi körzeteket eléggé fogta, csípte. Ott azért nagyon meg, mert amíg gyümölcsöt virágzáskor, vagy azt a korai gyümölcs kezdeményezést meg, fogta a hideg, azok lehullottak, meg lehullanak. De én nem nagyon emlékszem, hogy a múlt héten még lett volna megy, tehát ez inkább ettől a héttől indult. Hát igen, ez a korábbi faj, tehát ez a szezon most kezdődik, majd aztán egy olyan 2 hét múlva teljesedik ki a megy szezon. És egyébként ez az ár most ilyen reális, tehát ez a termelő szempontjából, mert hát a vásárlónak az a jó, minél olcsóbb. Ez nekünk ez jó ár, mert ennek le fog menni valamilyen szinten az ára. És hát ugye rengeteg munka van ebben, rengeteg beruházás, mert azért a gázolajtól kezdve a munkabér, a tápanyagok utánpótlása, minden
nagy pénzekbe kerül. És mióta csinálják? Hát én, nekem már a szüleim is ezt csinálták, és én ebbe nevelődtem bele. Aztán én is ezt jobb híján ezt csinálgatom. Meg szeretem is csinálni, mert az egy nagyon szép dolog, mikor az ember lemegy egy szép gyümölcsösbe, vagy egy szép földre. Mindegy, hogy most ez milyen kultúra, de el tud benne gyönyörködni. És nagy megelégedettséggel tölti az el, hogy na, ez az én kezemnek a munkája, alkotása. Mennyire szereti a medgyet? Én szeretem, mert nagyon jó ízű gyümölcs. Én minden gyümölcsöt eszegetek. A nyáriakat meg különösen. És akkor így gyorsan megeszik belőle, vagy inkább befőttnek is raknak el belőle? Hát teszünk el, így is, úgy is, mindenféleképp, mert kell a megfelelő táplálkozás ahhoz, hogy tudjunk élni, meg létezni. Szereti a medgyet? Igen. Az árak azok milyenek? Tűrhető. És most, amit vásárolt, süteményben vagy evésre vette? A medgyet. Evésre, az almát, sütésre. Szabó Mihányival beszélgetünk, itt medgy is van, rivizli is van, minden van. Milyen lesz az idei termés? Ha jég nem veri el a szőlőt, akkor csodálatos. És a gyümölcsök? Szépek. Ezzel az utóbbi csapadékkal nagyon szépek, nagyon növekednek, gyönyörűek. És mennyi lesz? Tehát megsinette a tavaszi fagyot, vagy lesz rendesen? Nem, egyedül a medgy az kezdett el hullni olyan 2 hete, amelyik csak megfázott. Ilyet hallottam a rádióban is, hogy megfázott és hullik, abból kevés van medgy. A többi nagyon szép, kajszik. Minden szőlő, meg hát akkor a fürtök. És az árak a tavalyihoz képest hogy alakulnak? Hát majdnem ott van. Egy kicsivel a múlt héten drágább volt, most olcsóbb már. Minden piacon jött több az áru, és jó, aránylag elfogadható az ár még. És már berakni is viszik, vagy inkább még azzal várnak? Várnak még, kérdezik, hogy lesz-e, még várnak, mert ez is már túlérett a meteor korai, csak csemegének való. A cseresznyét meg megint még drágálják, és várnak. És zöld borsó? Hát az is van, csak saját részre használnám, mert az éjszaka van rá, hogy kipucoljam, azt itt pucolgatom. Egyébként milyen a piac, tehát mennyire keresik a friss, meg a helyi termelőket a karcagiak? Keresik, visszajárnak, már kérdezik, hogy lesz szőlő. Nekem szőlő a fő árum. És a ribizli? Az most még itt kuriózom, máshol nem is látom. Igen, pöszméte. Jó, hát 800 forint kilója, csodálatos. Meg gyönyörű trágyázott tavaly, meg tavaly előtt egyik oldala, másik oldala a sornak, és gyönyörű szép nagy bogyók vannak most. Hát akkor jó piacot kívánunk. Köszönöm szépen. Köszönöm. Kis Lászlót faggatom egy picit a borsó terméséről. Mennyi sikeredett idén? Hát úgy átlagos egyébként, de jó, a végére jól meghíztak már. Csak már most nem tudott megnőni a cső, de jó. Jó. Ez milyen fajta? Rajnai törpe. És erről mit kell tudni, hogy ez korai, vagy már a későbbi? Tehát korán érő? Hát korai, viszonylag korai. Kicsit talán korábban kellett volna elvetni. Nagyon keresték egyébként egy héttel ezelőtt is még. Hát a viszonylag elég sokba került. És most ez az utóbbi napokban, múlt heti eső, az jót tett neki még? Tehát az eső, ez jót tett most? Hát hogyne, jó, keményre meghíztak, hogyne, jót. Persze. Az árak a tavalyihoz képest milyenek? Azt hiszem, hogy hasonló. Tavaly is, hát ugye a szezon kezdetén drága, aztán később már olcsóbb. És akkor most elégedett ezzel az árral? Hát ez kevés van, minden árral elégedett vagyok, csak otthon ugye ez nem kell, és akkor hát nem, most dobjuk ki. Hát akkor jó piacot kívánok. Köszönöm szépen. Kunhegyesi termelővel beszélgettünk, itt a barackot önnél láttuk. Mennyire érett most be hamarabb a barack?
Ez egy korai fajta, azért érett be ilyen hamar. És milyen termés várható? Későbbi fajtákból lesz bőven nálunk. Tehát ez a korai akkor most ilyen gyorsan le is fog menni? Ez gyorsan lemegy. Ez egy héten belül lemegy. És árban ez most a tavalyihoz képest milyen? Szerintem ugyanaz. Mert ahogy láttam a tavaly a kereskedőknél, most ugyanolyan árak vannak. És mennyire keresik? Tehát mint kuriózumot mennyire? Kevés még a vevő. Tehát inkább kivárnak? Hát mert ez még nem lekvárnak való. És akkor azért nem vesznek belőle dömpinget. Köszönöm. Nagy Zoltánnal beszélgettünk. Úgy látom, hogy már van magyar paradicsom, fokhagyma, burgonya. Tehát mennyire jelent már meg a piacon a hazajáró? Teljes mértékben itt vannak a magyar termékek. Most már a termelők is ugye termelik, hozzák fel a nagybani piacra, és tudjuk árulni a magyar termékeket. Paradicsom, már a burgonya is magyar természetesen. És hát lehet mondani a paprikát, a fürtös uborkát, kígyóborka, vagy akár ott a káposztafélék, hagymafélék, mindegyik magyar, akár a zöldség, vagy a sárgarépa, vagy ezek a levél zöldségek, mindegyik magyar termék már. Hát most már itt a nyári, itt van a bőség ideje, ugye azokat kell vásárolni a magyar termékeket, mert ezek a jók és a finomak, azon kívül egyre olcsóbbak, ahogy telnek a hetek meg a hónapok. Hát igen, pár héttel ezelőtt azért még 400 forint fölött volt jóval a paradicsom is. Igen, és most már 290 forintért tudjuk adni, nagyon szép, nagyon finom paradicsom van. Minden nap ezt szoktam reggelizni, amikor itt vagyok a piacon, és csak ugyan jó ízű, finom a paradicsom. Hát most újdonság inkább akkor a dinnye, ami megjelent, de azért ez még nagyon drága, és nem is magyar. Igen, a görög dinnye, ami újdonság, vagy a sárga dinnye, nálunk sárga dinnye most még nincs. De a sárga dinnye nálunk még nincs, görög dinnyénk van, görög dinnye, a múlt héten olasz dinnyénk volt. De ez is napról-napról olcsóbb, mert még 280 forintért adtuk a múltkor, most már 230 forintért tudjuk adni. Úgyhogy ez is megy lefele, hát majd várjuk, hogyha majd jönnek a szabadtéri dinnyék. Azt mondják, hogy jó termés, meg jó, ha jó idő lenne rá, jó termés lenne állítólag, hát reméljük, hogy az ízese marad el a terméstől, mert azt mondják, hogy jó lesz. Reméljük lesz benne cukor, és akkor tudják vásárolni a magyar emberek a magyar dinnyét, és nem Görögországból, vagy Törökországból, vagy Olaszországból hozzák majd. Cseresznye megy is van, most jelenleg nálam nincs, vagy itt most nincsennél a strandon. Változó, mert sokfele elfagyott, sokfele az áprilisi fagyok elvitték, de árulgatják itt, főleg itt ezek a kisebb termelők, hogy otthonháznál megmaradt neki, és akkor cseresznyét megyet leszedi, és van nekik cseresznyéjük, megyük. Zöld borsót láttam már, hogy hoznak fel ilyen nagyobb mennyiségbe, vagy ilyen levelezöldségeket, mondjuk láttam már, hogy a sóskát is például mérik itt kifelé, itt a kis termelők, őstermelők, ilyesmik. Mink ilyesmit nem áldunk. És egyébként mit keresnek most legjobban a háziasszonyok? Hát gondolom a levesbe valót hétvégére, de úgy kuriózumként mit visznek? Igen, hát olyan kuriózum, vagy ami olyan különleges lenne, olyat én nem tudok mondani. A paradicsomot szeretik 290 forintért egyértelműen. Talán még a fürtös uborkát már, hogyha kovászolnak az uborkát, az asszonyok azokat viszegetik. Erős paprikát viszik, meg gyönyörű a kalfiolom, 250 forintért azt viszik még. Az most akkor tényleg olcsó, hiszen ez 400 fölött szokott lenni. Azt szoktam mondani, hogy nézzék meg, hófehér, mint a lelkem, nincs azon egy fócsa, és akkor úgy megnézik és vesznek egy kis fejet. Na azt gondolom, hogy ez a humor az kell ehhez a kereskedelemhez. Hát jó az piacot kívánunk. Köszönöm szépen. Milyen a bereki megy termés? Egy olyan jó közepesnek lehet mondani, csak sajnos az a baj, hogy idegen szedők is jelentkeztek. Rengeteg a seregé, és nem tudunk ellenük mit csinálni. Úgy szinte a termésnek nagy részét ők takarítják be, annak, hogy tudnánk bármit is tenni ellenük. És egyébként most egyszerre érik minden? Nem, fokozatosan érnek, mert előre már úgy voltak beállítva a fajták, hogy érési sorrendben 6-7 fajt egymás után érik, hogy ne egyszerre kell szüretelni, mert ugye egyedül csinálom, egyedül szerem, és akkor így mindig a napi, vagy akkori piacra azt a 5-60 kg termést azt meg tudom szépen takarítani.
És egyébként milyen a minősége? Tehát édes, finom, milyen? Minőségre nincsen semmiféle kifogás. Fellettek a gyümölcsök, jó ízűek, egészségesek, úgyhogy bárkinek tudom ajánlani az idei termést. Akar közvetlenül fogyasztás, akar pedig esetleg befőzés, vagy légykészítése minden formában. És az árak azok a tavalyihoz képest hogy alakulnak? Nem sokat váltott, körülbelül azonos a tavalyi árak képest. Sajnos azonos, mert a vegyszer árak viszont azóta is 30-40%-kal drágábbak lettek. Úgyhogy inkább mínuszban vagyunk a tavalyi szendőhöz képest. El akkor jó eredményes piacozást kívánunk Önnek. Köszönjük szépen a jó kívánság, az mindenkor ráfér a termelőre mindig. Napsugárban úszik minden szál az illatát. Nyárban nyár, rökkeletke szál virágra zümmög száz bogár. Lomboságon csókot vált az ifjú gellepár. Nyárban, nyárban, kakuk szól már a fák közt, kakuk be szép a nyár. Künn a fákon újra szól a vikrafákon újra szól a vikrafákon újra szól a száz az illatát. Nyárban nyár, minden szál az köszöntöm nézőinket, a 13. országos patika napján Szagykor Szolnok megyei megnyitója ismét Karcagomból. Betánia gyógyszertel van dr. Szalai László, hogy dr. Szabó Annával beszélgetünk. Miért vállalták el, hogy megrendezik ezt a nagyon szép rendezvényt? Üdvözlöm a televízió nézőit. Ez úgy nem fogalmazódott meg igazán bennem, hogy miért vállaltuk. Talán egy kicsit aktívabbak vagyunk, mint mások, de nem is tudom. Valójában a szívünk szerint járunk el, mert ez egy ünnep. Ez a patika nap egy ünnep, országos ünnep, de valahogy a betegek iránti szeretet miatt van ez a vállalás, mert ilyenkor azért úgy készülünk, hogy előadásokat tartanak orvosok, és egyéb termékbemutatók is történnek, de szűrővizsgálatokkal is készülnek a dolgozóink, várják a betegeinket. Szűrővizsgálatokat adhok jelleggel máskor is szoktunk, de ilyenkor valahogy nyitunk a betegek irányába, bejöhetnek a helyiségeinkbe, nem csak az officinába, érdeklődők ilyenkor hát több információt is kaphatnak talán, mint máskor a munkás napok alkalmával. Kellenek ezek az ünnepek, kell egy kis megállt parancsolni a szervezetünknek is, de mint mondottam, ez országos akció, nagyon sok patikában tudnak ma ünnepelni, és a betegeket ilyen széles körbe is fogadni. Igen, tulajdonképpen én is eljátettem, hogy ma egy nap itt vagyunk és ünneplünk, de azért az önök patikáira tényleg az a jellemző, hogy bármikor bármilyen segítséget megadnak az önökhöz fordulókhoz. Ma azért több fontos dolog elhangzott, azt gondolom, hogy ami nézőinkkel is sokakat érint, a házi gyógyszertárnak, a kis házi patikának a kialakítása. Azt gondolom, hogy aki végighallgatta ezeket az előadásokat, sok új információt kapott ehhez is, hogy hogyan kell kezelni, mi az a legfontosabb, amit otthon kell tartani. Igen, azt veszük észre, hogy eléggé tájékozatlanok azért az emberek, mert sokszor egy kis figyelmetlenség vagy gondatlanság is adja, hogy legfontosabb dolgok, mint lázcsillapító, fájdalomcsillapító, görcsoldó, és sokszor a saját gyógyszereik sincsenek készletben, és az utolsó percben, vagy akár már a szombat délelőtt, vasárnap délelőtt, vagy délután szeretnék a gyógyszerüket, a rendszeres gyógyszerüket is kiváltani. Tehát egy picivel több figyelmet kellene fordítani, hogy mi legyen otthon időbe, ne három napos recepttel, vagy egy-egy különleges gyógyszer esetén, amit
nem általánosságban használ a lakosság, bizony azt meg kell rendelnünk. Az sok esetben egy vagy két napba is kerülhet annak a beszerzése, mert hát a nagykereskedelem is a különleges drága gyógyszereket központosítja, és onnan kell lekérni. Tehát mindenképpen azt mondanám, hogy figyelni kell a készleteket, figyelni kell a lejáratot. A lejáratok nyomon követésébe szívesen segítünk. Itt ugye volt előadás a selejtgyógyszerek megsemmisítéséről. Mint elhangzott, a lányaimmal együtt kidolgoztuk tulajdonképpen valahol ezt a sémát, ami most van. Az akkori elképzelés a gyógyszerekkel, gyógyszerhulladékokkal kapcsolatosan az volt, hogy úgy folyamatosan vigyék be a betegek. És hát egy filmsorozattal bemutattuk, hogy ez sehol nincsen így. Ez már ilyenkor egy veszélyes hulladék, és nem lehet ugyanabba a ruhába nekünk vele foglalkozni. Tehát, hogy egy külön személy kell, külföldön is ilyen begyűjtő, városudvarszerű elrendezésbe készítik. A lányaim még ebből szakdolgozatot is írtak. Tulajdonképpen valahogy így figyeltek föl jobban rá, hogy betegágy mellől visszavenni semmit nem lehet, még a bontatlan gyógyszereket sem. Az már selejt, az már hulladék, hiszen a külső borítás, a doboz is fertőzhet, veszélyt jelenthet ne bárki számára. Tehát segítünk az átvételnél, segítünk a gyűjtőbe való bepakolásnál, de külön személy leültetve szépen át lehet nézni a gyógyszereit, ha behozza, hogy milyen a lejárat, melyik mire való, van-e még erre szükség. És ugye most a generikumok megjelenése miatt ugyanaz a hatóanyag számtalan néven van forgalomba. És ennek is van egy veszélye, elfelejtik, hogy mire kapták, több orvoshoz ment el a beteg, és így többfajta néven kerül gyógyszer a birtokába. Tehát az kellene, hogy segítséget nyújtunk, nem csak mi, minden gyógyszertár. Tulajdonképpen kialakul egy törzsvásárlói kör, akinek a lakóhelye szerinti gyógyszertárat kedveli. Minden szakember ugyanolyan gondossággal jár el, nem csak mi, hanem mindegyik gyógyszertár, és mindegyik gyógyszer és szakaszisztens, hiszen erre esküdtünk föl, ez az életünk. És hát az időjárás most egy kicsit közbeszól, hiszen esett az eső, így elmaradt egy szép ünnepség ennek a része mindig, amikor megkoszorúzzuk kint az emléktáblát. Erre most majd, ha jobb idő lesz, gondolom a család ugyanúgy fölteszi a koszorút. Igen, természetesen. Két évvel ezelőtt kaptuk ezt az emléktáblát. Dr. Sánta Péter volt városi tiszti orvos, megyei tiszti főorvos arcképével díszítve. Ez az épület is a családjukhoz tartozott, nem csak a rendelőintézet. Itt járnak el a betegek, és mivel nagyon szerette Karcag lakossága ezt a főorvost, ezt a mondhatni családorvost, hiszen ő, mivel nagy gazdaként jó, tehetős anyagiakkal bírt, még a gyógyszerre is odaadta a pénzt, akiről tudott, hogy nem tudná kiváltani, nem tudná a gyógyulását, így gyógyszerhez jutását megoldani. Tehát úgy szerepel a köztudatban, hogy a szegények orvosa. Nagyon, nagyon örülünk annak, hogy ez az emléktábla ide került,
hiszen itt járnak el ugye a főutcán elég sokan, és azért is ez nagy öröm számunkra, mivel ugyan ebbe az időszakba, tehát az első világháború alatt élt a férjem édesapja, aki katonagyógyszerész volt. Ugyanis dr. Sánta Péter orvost behívták a világháború alatt szolgálatra, katonaorvosként, és vonult a sereggel, és hát mivel sok társa elpusztult, nem csak a közkatonákból, hanem az egészségügyi szolgálattól sokból is, egyre nagyobb létszámú hadsereg fölött tartotta kézbe az orvoslást. És ugye ma is mennyi betegség van, ma is nehéz az egészségügyi dolgozóknak, de milyen nehéz lehetett háborús időbe a lövészárpokba megbetegedetteket, helytálló katonákat, vagy kifázott, fagyott testrészű emberekkel a háborút folytatni, és ugyanebbe az időszakban volt a spanyol nátha járvány, amely a katonák között is hát szedte áldozatait, és ha a hadtörténeti múzeumban, vagy bárhol egy kicsit kutakodunk, akkor bizony meglepődve találjuk azt, hogy milyen szervezet volt már az első világháború alatt is a magyar, illetve a császári hadseregnek is nagyon szervezett volt az egészségügyi ellátása. Sterilezőgépet vittek, desztillált vízkészítő hát eszközt, és ott is láttuk, hogy a gyógyszerészek, tehát olyan fotókat láttunk, hogy tömegével készítették az oldatokat, a fertőtlenítőszereket azokból az alapkészítményekből, amik akkor rendelkezésre álltak, és meglepődünk azon, hogy nagyon sok mindent most is ugyanúgy használunk, a lázcsillapító kinintől kezdve a fertőtlenítő szerekig, és ezért menekülhetett meg annyi sebesült, hiszen számtalan hát sebesült, vagy hadifogságba esett ember bizony hazakerült, hát egy bizonyos egészségi állapotba, de ezeknek az egészségügyi dolgozóknak, szanitészeknek, mindenkinek, és annak is a segítsége kellett, aki a társát vitte magával, és nem hagyta, hát sebesülten. Azt gondolom, hogy ez egy jó kis áttekintés volt, és akit érdekel az egész történet, az akkor kutathatja, meg sok mindent el lehet erről olvasni. Én azt kívánom, hogy akkor legyen még a délutáni része is sikeres ennek a mai napnak, hiszen a szülővizsgálatok ezután kezdődnek, és akkor a 14. országos megnyitó is legyen jövőre Karcagon önöknél. Hát nagyon köszönöm a kedves szavakat, hogy jövőre hol lesz, azt nem tudjuk, de ez a helyiségünk, ez rendelkezésre áll, elég sok embert be tud fogadni, ezért is alakítottuk ki, és két hét múlva viszont egy nagyobb egészségügyi napot szervezünk, mert van rá lehetőségünk, egy kis külső segítséggel egy városi rendezvényt is találkozzunk ott. Köszönjük szépen! Én is minden jót kívánok mindenkinek, jó egészséget, és várjuk szeretettel önöket. Aj, estét harangoznak a toronyba, jele rózsá bőre haladikomba, vízmentében csöndesen csónakázunk, összebújjunk szorosan, hogy meg ne fázzunk. Vízmentében csöndesen csónakázunk. Összepúzzunk szorosan, hogy meg ne fázzunk.
Őrizetben van az a karcagi férfi, aki az utcán egy késsel támadt feleségére, majd elmenekült a helyszínről. A Jász-Nagykun-Szolnok megyei rendőrfőkapitányság eljárást indított emberölés kísérletbüntet elkövetésének megalapozott gyanúja miatt B. Tibor karcagi lakos ellen. A 30 éves férfi 2016. június 19-én 12 óra körül megjelent Karcagon, különélő felesége otthonában, ahol egy késsel megfenyegette a nőt. Az asszony kimenekült az utcára, ahol a férfi utolérte, majd többször megvágta a sértettet. A szomszédok megzavarták a támadót, aki elmenekült a helyszínről. A rendőrök rövid időn belül Karcag külterületén egy bozótosban találták meg a férfit, aki saját magán is sebeket ejtett. A nyomozók orvosi ellátást követően őrizetbe vették B. Tibort, és kezdeményezték előzetes letartóztatását. Kedves nézőink, most Háttér című magazin műsorunk külön kiadása következik, melyben a polgármesteri hírperceket láthatják. Köszöntöm nézőinket, Dobos László polgármesterrel beszélgettünk a polgármesteri hírpercekben. Az elmúlt hetekben több minden történt, amiről beszélünk. Az első trianoni megemlékezés volt június 3-án. Köszöntöm én is Önt és a kedves televízió nézőket. Így van, egy szokásosan minden évben visszatérő megemlékezést tartunk az ország megcsonkítása okán, és ilyenkor mindig a határon túli testvértelepülésünkről hívunk előadót. Ebben az esztendőben Zakariás István emlékezett meg az ország széthullásáról. Zakariás István Szepsi volt polgármestere, jelenleg a Kassa megyei közgyűlés alelnöke. Nagyon sokan részt vettek ezen a rendezvényen, és örülünk, hogy nagyon-nagyon sok fiatal volt jelen ezen a megemlékezésen, hiszen ők azok, akiknek tudni kell azt, hogy miről is szólt ez a gyalázatos békeszerződés, és tudniuk kell azt, hogy ezt mindenképpen tovább kell adni a későbbi nemzedékeknek is, hiszen nem felejthetjük el azokat az embereket, akik a szerződés után határon túl maradtak magyar létükre. Ezt tudatosítani kell mindenkivel, hogy az az ország nem ekkora volt, sokkal nagyobb volt, millió értékkel rendelkezett, amit elvettek tőlünk teljesen igazságtalanul, és a fiatalság az, akiknek a feladata lesz ezt továbbvinni, örökké emlékezni erre a szörnyű történelmi eseményre. Másik testvérvárosunkban is választások voltak, Tetszékely keresztül 5-én választás volt. Erről mit tudunk elmondani nézőinknek? Nagyon fontos számunkra, hogy a Romániában zajló választások, önkormányzati választások hogyan alakulnak, hiszen nekünk is köztudottan van egy testvértelepülésünk, a legelső Székely Keresztúr, és hát nagy-nagy érdeklődéssel és árgó szemekkel figyeltük, hogy hogyan változik-e esetleg a településnek a képviselőtestületi összetétele, marad-e a polgármester úr, Raffai Emil, és szerencsére nagy fölénnyel nyerte meg a választásokat, és a képviselőtestületben is nagyon sok olyan barátunk került be, akivel már korábban is sikeresen dolgoztunk együtt, és a további együttműködésnek ez megfelelő alapja lesz. Akkor erről majd még több alkalommal fogunk beszélni, viszont volt egy nagyon szép élmény hétvégén, aki a Dérinében ellátogatott, a Paraszt Becsület című operát nézhette meg. Igen, látványosan, beszéljünk erről is egy kicsit. Hát ez egy régi vágyunk volt, hogy egy nagyon komoly előadással is kedveskedjünk a karcagiaknak. Egészen pontosan egy lengyelországi zenekari turnéról hazafelé jövet egyeztünk meg, illetve tervezgettük azt, hogy jó lenne egy ilyen operát is bemutatni közösen az Operaház előadó művészeivel, és a Paraszt Becsületre esett a választás. Olyan újdonság volt, hogy a Dérinit is át kellett alakítani, tehát a meglévő, de sokak által még teljesen nem ismert zenekari árkot is
kibontottuk ahhoz, hogy ez az előadás megfelelő módon méltóképpen legyen előadva, és szerezzen kellemes perceket az odalátogatóknak. És én úgy hiszem, hogy mindenki jól érezhette magát, és egy csodálatos előadásban lehetett része. Köszönet ezért a karcagi szimfonikusoknak, és köszönet a vendég fellépőknek mindenképpen. Reméljük, hogy ez nem egyszer és megismételhetetlen volt, lesz még más is. Néhány nappal ezelőtt ugyanitt ültünk, amikor a Tordi Hanninak volt a sajtótájékoztatója, hiszen ismét városunkba érkezik a mezőny. Ez is mindenképpen egy örömteli esemény, hiszen aki a kerékpár sportot kedveli, szereti, és szívesen nézi a közvetítéseket akár a Tour de France-ról, akár a Giro di Italiáról, vagy a Vuelta-ról. Nyilvánvaló az, hogy a nemzeti körversenyt, a magyarországi nemzeti körversenyt is szívesen kíséri figyelemmel, és hát az egy külön érdem számunkra, és nyilván sokat is tettünk ezért, hogy immáron második alkalommal egy cél is legyünk, és egy rajthely is legyünk. Így aztán kétszer találkozhatnak az érdeklődők a versenyzőkkel városunkban. Július 1-én pénteken fognak ideérkezni egy nagyon hosszú, a leghosszabb távról, 185 km megtétele után. És hát a célba érkezés az mindig egy nagyon látványos, kiélezett versenyt hoz, így aztán remélem, hogy sokan ott lesznek és szurkolnak azoknak a sportembereknek, akik azért a várható nagyon meleg időben emberfeletti teljesítményt fognak produkálni, és hát én biztos vagyok abban is, hogy a rajt is egy látványos esemény, ide is várjuk a szurkolókat, nézőket, érdeklődőket, ez másnap. Tehát július 2-án szombaton délelőtt fog megtörténni. Előtte azért még van a városban a legnagyobb rendezvénye az idei évnek, és a Birkafőző Fesztivál, hiszen több ezen fognak ide látogatni, erről is szóljunk, hol tartunk most, hiszen finishhez érkeztünk néhány nap múlva már, mire az adásban megy a riport, már ott vagyunk a Birkafőzőn. Igen, hát célnegyesben vagyunk a szervezéssel, és én úgy gondolom, hogy ha az időjárás nem szól közben, akkor minden rendben lesz. Egy nagyon-nagyon rutinos, összeszokott csoport, nagyon komoly létszámú csoport szervezi és rendezi a Birkafőző Fesztivált. Mindent tudnak már erről a szakmáról, mert hiszen ez egy szakma, és én biztos vagyok abban, hogy megfelelő módon fogjuk megünnepelni a birkafőzés tudományát, és olyan ételeket, birkatesteket lehet majd kóstolni itt a városunkban, ami tovább öregbíti a karcagi birkapörköltöt. Valóban sok vendéget várunk, határon belülről, határon kívülről. Megtisztelik a rendezvényünket a határon túli magyar testvértelepülések, de rajtuk kívül is biztos egy számtalan érdeklődő teszi tiszteletét ezen a napon városunkban. Rajta készen állunk, mindenkit nagyon sok szeretettel várunk, és örülnék, hogyha tényleg jó idő lenne, és mindenféle eső nélkül, nagyon-nagyon komoly meleg nélkül megúsztánk, hogy mindenki jól érezze magát, a főzőkön biztos, hogy nem fog múlni, a szervezőkön biztos nem fog múlni, ahhoz, hogy megfelelő legyen a hangulat. És hát az idei év díszvendége Mohács, tehát a busójárásról is mélyebben betekintettünk, tehát ez is biztos egy látványos része lesz a fesztiválnak. Hát az utóbbi években a hungárikumokkal kapcsolatos települések a díszvendégeink, és egy díszvendég is mindig kitesz magáért. Nyilvánvalóan azok, akik nem jutnak el a Mohácsi Busó Fesztiválra, azok itt fognak, itt találkozhatnak azokkal az eseményekkel, öltözékekkel, mentalitással, amit ott nagyban élvezhetnek az odalátogatók. Ezzel is tulajdonképpen kedvet szeretnénk csinálni ahhoz, hogy a következő évben a Busó Fesztiválra minél többen menjenek el karcagról is, ez az is egy hihetetlen látványos rendezvény. Így kapcsoljuk össze azokat az értékeket, ami Magyarországot képviseli.
azért polgármester úr nem volt emberként nem lehetne megszólaltatni, hiszen zajlik a Európa bajnokság. Két meccsen már túl vagyunk. Most a beszélgetésünk az kedden van, tehát mi nem tudjuk, hogy mi lesz a portugál meccs eredménye, de mire tippel, és egyáltalán hogy tetszik az eddig látott két meccs? Hát nagyon nagy érdeklődéssel kísérem figyelemmel az Európa bajnokság eseményeit. Amennyi mérkőzést meg tudok nézni, amennyit enged a szabadidőm, megnézem, vagy éppenséggel az ismétléseket a késő esték vagy éjszaka folyamán. Bevallom őszintén, hogy rosszabbat vártam, tehát egy egészen kiélezett, mondhatni jó színvonalú és kiszámíthatatlan, a nézők szempontjából ez mindig fontos, hogy ne lehessen előre tudni, hogy mi lesz az eredmény, kiszámíthatatlan sorozatról van szó, amiben hál' Istennek mi is érdekeltek vagyunk hosszú évtizedek után, úgyhogy én biztos vagyok abban, hogy sok magyar embernek a szívét megdobogtatja az a két mérkőzés, amit láthattunk a magyar válogatottól. Én azt hiszem, hogy várakozáson felül teljesítenek mindannyiunk örömére, és egyre jobban izgulunk és lovaljuk bele magunkat abba, hogy minél jobb eredményt érjenek el. Semmiképpen nem szeretném elkiabálni, de úgy gondolom, hogy 4 ponttal legjobb harmadik tovább lehet jutni. Éppen tegnap volt egy olyan mérkőzés, ami eldöntette volna már a továbbjutásunkat. Az angolok nem segítettek be, de én nekem az a véleményem, hogy ne is arra számítsunk, hogy valaki majd besegít egy kedvező eredménnyel, ezt nekünk kell kiharcolni a továbbjutást, és én látok erőt, akaratot, végre győzni akarást ezekben a labdarúgókban, hogy hozzásegítsenek bennünket ehhez a nagyon régen várt sportélményhez. Én kívülállóként azt látom, meg bocsánat, hogy ezt mondom, hogy a közönség is, tehát a szurkolótábor is egy picit alkalmazkodik ahhoz, nincsenek rendbontások, hanem mindenki felemelően ünnepel is, és tényleg elismeri a magyar csapatot, tehát nincsenek randalírozások, amire kellene avatkozni, tehát ez is ahhoz tartozik, hogy igen, tisztelik a csapatot. Igen, hát a kettő együttműködik, tehát hogyha jó a játék, akkor egyrészt van közönség, ha nem, akkor a nézői létszám is lecsökken természetesen, és hát a két győztes norvég mérkőzés után, ami biztosította az, hogy bejussunk az Európa legjobbjai közé, ez várható volt, hogy nagyon sokan, akik már korábban is szurkoltak, azok biztosan, de még rajtuk kívül számosan biztatni fogják a magyar csapatot az Európa-bajnokságon. És hát ez is egy természetes dolog, hogy ha fegyelmezettek a játékosok általában, akkor fegyelmezettek a szurkolók is, és azt hiszem, hogy a magyar drukkerek most belátják, hogy semmi szükség nem lenne arra, hogy azzal hívjuk fel magunkra a figyelmet, hogy és kerüljünk a média keresztüzébe, hogy rendbontások történnek, atrocitások történnek. Mi nekünk nem ezzel kell az érre állnunk, hanem valóban egy nagyon lelkes, nagyon szimpatikus szurkolói magatartással, ami meg is történt, hiszen egész Európa csodájára jár ennek a mentalitásnak, és érdekes módon ez már Szentpéterváron is tapasztalható volt a jégkorong áligás világbajnokságon, ott is kiemelkedő módon biztatták a jégkorongozókra, a hokisokat a magyar szurkolók, és ott is olyan létszámban jelentek meg, ami nem várt létszám volt, tehát úgy tűnik, hogy az emberek és a fiatalok kezdenek egyre jobban odafigyelni a sportakra. Hát ehhez természetesen megfelelő szintű eredményeket kell elérni. Azért mondom, hogy a kettő együtt dolgozik, együtt mozog. Kedvenc játékos, aki most bizonyított, és valamilyen? Nincs ilyen, hogy kedvenc játékos. Ez csapatsportág, és én is csapatsportágokban dolgoztam. Itt a csapatnak együtt kell küzdenie a győzelemért. A vereségért és a győzelemért sem szabad sem okolni, sem kiemelni senkit, itt mindenkinek tenni kell a dolgát, hiszen az egyik nap az egyik van jobb formában, a másik nap a másik van jó formában, tehát nincs külön
kiemelt kedvencem. Nekem az egész magyar csapat, a magyar nemzeti csapat a kedvencem. Köszönöm szépen az interjút, és a nyár további részében pedig újból tájékoztatjuk nézőinket az újabb eseményekről. Köszönöm az érdeklődést. Kedves nézőink, már a munkatársaim nevében is megköszönöm megtisztelő figyelmüket, hívjanak bennünket, vagy írjanak nekünk bátran, maradjanak velünk, mert egy rövid reklám után folytatódik a Karcag Televízió adása, a jövő heti viszontlátásra mindenkinek.